nagyszerű hoki ünnepnek lehetünk itt szemtanúi, a lelátók azok szinte teljes mértékben meg vannak telve, de hát ez várható is volt, egy igazi székely rangadóval kezdődik, illetve kezdődött meg 5 másodperccel ezelőtt az Erste Liga. Szilvesztre volt az, aki megeresztette ezt a próbálkozást, és itt most fejes mellett sikerül kihozni a korongot Skacskovnak. Milan érkezik a túloldal, Brown, és megvan a sportklub vezetőgólja. És íme, amit mondtam, itt van az a kémia. Láthattuk, hogy Skacskov elhozta a korongot, kipiszkálta a korongot fejes mellett. Milan középre tette, és Brown könyörtelenül felemelte a felső sarokba. Mind a barátja, mind pedig videókban látta, hogy milyen fergeteges itt a hangulat, és azt mondta, hogy nagyon-nagyon várja a bemutatkozást, hát ennél jobb bemutatkozást nem is lehetett volna, és itt a második. Péter Balázs támadás sportklubos részről, Péter Balázs pedig zicserbe találja magát Rinnével, és ha már zicserbe kerül, itt láthatjuk ezt a gyönyörű összjátékot, és kilövi a botos 20 centit Rinnének. Itt pedig egy élesen kapu elébe lőtt korong, de nincs beleírés. És itt viszont megvan a szépítő találat. Gyergyői oldalról hát érett ez a gól. Jól láttam, a Kobren Szorbán fejezi be ezt a helyzetet. Picit szerencsésen pattant a korong, majd Krisz Bodó volt az, aki a leggyorsabban eszmélt, és kihagyhatatlen helyzetbe hozza a társat. Teszik át a korongot egészen a Dorján kapuja mögé, ahol egy újabb pontatlanság is. Szilvesztre csap le erre a korongra, visszajátsz a második hullámba, egy lövés, és megvan az egyenlítés Gyergyői oldalról. A Dorjánról volt egy kipattanó, és Nince Péter az, aki a levegőből üti be a korongot a 25. percben. Belőni a kapuba, és egy újabb korongszerzés Orbán, és ott van a harmadik Gyergyói gól. Hihetetlen, egy perc alatt fordítani tud a GHK, egy újabb védelmi megingás. Ládai volt az, aki ezúttal bizonytalankodott és eladta a korongot is. A gyergyőiak köszönték szépen is. Egy perc alatt megfordították a találkozót. Szilvesztre az, aki elhozza a korongot, megpróbál egy cselt, majd visszatenni a korongot az érkező játékos társnak, és megvan a negyedik gyergyői gól. A Dorján előtt egyes egyedül maradt Vince, és lekezelte a korongot, majd fonákkal az elfekvő a Dorján fölött felemeli a kapuba. Kevesebb, mint 3 perccel a játékrész vége előtt, a 38. perc legelején. Rutkowski még megmenti a kék vonal előtt, és mit Milennek teszi tovább. Kereszpassz is, ez is elakad gyergyői védőkbe, de egyelőre nem tudnak felszabadítani a fehérmezesek. Rutkowski lövése, és gól. Bent van a korong a gyergyői kapuba. Egy pillanatig tétován nézett mindenki. Rinne kapussal az élen, illetve rédai játékvezetővel, de aztán is vártatva rédai jelezte, hogy bent van a korong a gyergyői kapuban, úgyhogy Rutkowski kékvonalas lövésével szép itt a sportklub, 4-3-ra a Dorján ketrecére juttatni a korongot. Orbán találta magát egy pillanatig kecsegtető helyzetbe, de nem tudta kapura lőni. A korongot azonban továbbra is megvan a fehérmezeseknél, és ott van az 5. gyergyői találat. Nagyszerű volt ez az ember előnyös figura, Orbánra játszották ki, aki éles szögből nem hibázott, és felemelte a kapuba a gyergyői a 5. találatát, ami egy emberelőnyös találat, és ami lehet, hogy dönt a 3 pont sorsáról a mai este folyamán. Ricsi azonban blokkolják ezt a lövést, és most kihozhatják a gyergyőjak a korongot, sőt, Császár el is döntheti a találkozót, és eldönti egy üres kapus találattal Császár Hunor. Az 59. percben 6-3-ra módosítja az állást. Győzelemmel kezd itt a Vákár Lajos műjégpályán a gyergyői alakulat. Én Szabó Előtt Zsolt voltam, és kollégáim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket. További kellemes péntek estét kívánok, és ne feledjék, hogy holnap egy gyergyői HK Brassó mérkőzéssel, valamint vasárnap este egy brassói korona
Csíkszerdai Sportklub találkozóval. Várjuk még Önöket,